Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntjük a testvéreket. És akkor a ma esténket elkezdenénk kicsit rövidítéssel, de mégis előkészítő alkalom gyanánt, és a presbiteri gyűlést is felvezetve egy fohásszal. A mi segítségünk, nagyheti áhítatunk megáldása jöjjön Istentől, a mi atyánktól, szabadító, megváltó Krisztusunktól, a Szentlélek ereje által. Amen. 338. dicséretünket keressük ki a fekete énekeskönyvből, és énekeljük mind a négy versével. Lelki próbáimban Jézus, légy velem! Urunk, valóban olyan sokszor megpróbáltatások, szorongások és fájdalmak között van az életünk, és ilyenkor még talán jobban vágyunk a te közelségedre, a te erődre, a te vigasztalásodra, arra, hogy velünk legyél, Urunk. Sokszor az is egészen megpróbál bennünket, amikor szembesülünk bűneink nyomorúságával, azok következményeivel, ahogyan meggyengítik az életünket, a kapcsolatainkat, a közösségeinket, és nyugtalanság lesz úrrá a szívünkben. Urunk, te az életünk mélyéig hatoló megoldást adtál a kereszten. A te kereszted olyan győzelem, amely egészen egységbe tudja vonni az emberi szíveket, az emberi gondolatokat, amely elhívott egy új népet, a te egyházadat.
amely annyira egy, hogy a te testedként beszél róla az ige. Egy testbe egyesül, sokféle ember, sokféle gondolat, de közös az a megoldás, amit te adtál. Mégis ez a test is tud szenvedni, tud nyomorult lenni. Ezért hadd könyörögjünk ezen az estén egyházunkért is. Adj, Urunk, megnyugvást, békességet, megújulást. És a mi imádságunk, igeolvasásunk, csöndes igetanulmányozásunk is hadd legyen ebben a gyógyulási folyamatban egy állomás, hadd vegyünk ebben részt mi magunk is, szolgálatunkkal, együttlétünkkel, nagyheti könyörgésünkkel. Amen. Az igét olvasom az Efézusbeli gyülekezethez írott levél 4. részéből, Efézus 4, az első 10 versből. Efézus 4, 1-10-ből így szól hozzánk az ige. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek ahhoz az elhivatáshoz méltón, mellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre? Aki pedig leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Amit észre lehet venni ennek az ige szakasznak az olvasásában, hogy van egy szóismétlés a szakaszban, egy számnevet ismételget a szakasz, ez a számnév pedig az egy. Egy Isten, egy hit, egy keresztség, és itt nem egy határozatlan névelőről van szó, ahogy sokszor a világ szeretne fogalmazni, hát van egy Isten, van egy valamiféle hit, hát azok, hogy néha, hogy van valamiféle keresztséget, valamiféle gyakorlatokat, szép rítusokat csinálnak. Ugye ma beszéltem egy emberrel, és mondtam, hogy nálunk lesz este egy ilyen alkalom, és megkérdezte, hogy hát vannak még emberek, akiknek fontos megemlékezni a nagyheti dolgokról? Hát vannak, bizony. És ezek az emberek ma is egyek, egyek azzal az egy Krisztussal, aki a legnagyobb megoldást adta azzal, hogy otthagyva a menny dicsőségét, alászállt a földre, hogy a legnagyobb mélységeket is vállalva felemeljen bennünket. És ezzel valami olyan gyógyítást vitt véghez, amit csak úgy tudjuk megfogalmazni, hogy elkezdte felszámolni az emberi megosztottságot. Szóval legyünk őszinték, az ördögnek csak akkor van esélye arra, hogy bármi rombolást végezzen, ha megosztottságot tud szítani. Isten és ember, ember és ember kapcsolatában. Hiszen mi az Isten akarata? Hogy szeretetben éljünk. Ő vele és egymással. Ez ugye a nagy parancsolat. Teljes erőmmel, szívemmel és értelmemmel szeretni az Istent, és szeretni a másik embert, mint önmagamat. És amikor megosztottság történik, amikor homokszem kerül a gépezetbe, akkor egyre inkább úrrá lesz rajtam
egy békétlenség, egy összeszoruló érzés, egy aggodalom, hogy mi lesz az én szeretteimmel, mi lesz az én közösségemmel, miért nem tudunk egyet érteni, egyfelé húzni, egy ügy föl mögé felsorakozni. Miért nem tudunk együtt haladni, egységben lenni? Van nagy csütörtökön egy himnusz, amit az ókor óta, mióta megírták, énekel a római egyház. Ahol szeretet és jóság van, ott mindig megjelenik az Isten. Így kezdődik magyar fordítás szerint a szöveg, és arra hív ez az ének, hogy legyünk egységbe, és legyen a középpontja a mi közösségünknek Jézus Krisztus, a mi Istenünk. Hiszen mit látunk nagy csütörtökön? Nagy csütörtökön már nem működik jól a tanítványi közösség. Nem, mintha korábban nem lettek volna ügyetlenségek, esetlenségek, bénázások, de ami nagy csütörtök este történik, hogy a legmagasabb rangú személy kezdi el mosni a nála alacsonyabb rangú emberek lábát, ez több, mint fölháborító. Akkor gyerekeknek meséljük ezt a történetet hittanórai oktatás keretében, elnevetik magukat. Hogy mi az, hogy valaki egy másik embernek megmossa a lábát? Hát nem tudja elintézni magának? És amikor még azt is elmondom, hogy a legmagasabb rangú jelenlevő fogott bele be a tevékenységbe, elborzadnak. Nem értik, hogy hogy van ez. És utána csak hamar kiderül, hogy az egyiküknek már meg van mérgeződve a szíve, ő már dolgozik azon, hogy Jézust elárulhassa, a többiek találgatnak, jaj, most mi lesz? Nem értik, amit a mester beszél, hogy ő beszél valami útról, ahová ő most elmegy, milyen útról, hova mész, nem ismerjük ezt az egészet, az atyát, még ha valami utolsó kérdés, mutasd meg nekünk az atyát, erről hallottuk tegnap a teológus testvérünknek az ige szolgálatába, hát valami félelmetes. Ki van billenve a rendszer, és hullik szét az egész csapat. Rémes dolog erre nézni. És mégis Jézus nem a széthulláshoz illő módon a vereség útján halad, hanem az ő megaláztatásával, az ő szenvedésével, az ő megölésével a legnagyobb győzelem útjára indul. Ezt János úgy mutatja be, hogy a legnagyobb teljességében akkor láttuk, kicsoda az Isten, amikor a golgotai kereszten szenvedett Jézus. És innentől fogva Pál apostol egészen meglepő módon egy győzelmi zsoltárból idéz, 68. zsoltár. Mi is szoktuk énekelni, hogyha felindul az Isten, elkergettetnek szertelen mindenő ellenségi. Ha az Isten haragra indul, akkor kövön nem marad. Nem lehet ellenállni. És azt mondja Pál, hogy amikor látjuk azt a harcot, amit egy-egy emberi kapcsolatért, egy-egy szeretett kapcsolatnak a megerősítésért végzünk, amikor azért harcolok, hogy jobban tudjam szeretni az Istent, akkor tudjam azt, hogy egy győztes harcba állok be, hiszen a foglyokat felszabadító, legnagyobb magasságba tartó Jézus képét láthatom magam előtt, aki a legnagyobb mélységet vállalva meg sem állt a legnagyobb magasságig, ahol aztán teljes imádat fogadta őt. És akik elfogadjuk, hogy ennek a győzelemnek az ajándékát, a megváltást befogadjunk az életünkbe, elkezdünk megváltozni. Megjelenik az életünkben az alázatosság, a szelídség, a türelem, és a szeretet. Amikor nem arra gondolok, hogy mivel én azért vagyok valaki, ezért nekem nyilván szükségszerű, hogy igazam legyen minden adott helyzetben. Hanem arra gondolok, hogy itt vagyunk mi, mindnyájan, Isten képének a viselői, és talán a másiknak is lehet valamiben igaza.
Talán a másiktól is lehet valamit tanulni. Talán jó lenne vele beszédbe elegyedni. És elindul egy közeledés ember és ember között. Ebben az alapállásban már szinte logikusan következik, hogy nem fogom érvényesíteni azt az erőfölényemet, ami egyébként meg lehet, hogy én egy erős, határozott és mindig mindent végigvívő személyiség vagyok, hanem ezt az erőt az én szelídségem alá fogom rejteni. Amikor van türelmem megnézni, meghallgatni és befogadni azt a másik embert, azt a másik gondolkodást, amiből akár tanulhatok is, még ha elsőre úgy is gondolnám, hogy tőle aztán soha semmit, akkor az egész fölött megjelenik az, hogy már tudom őt szeretni. És amikor már őt tudom szeretni, akkor már el is tudom viselni. És amikor ez az egész elkezd megjelenni, akkor elkezd gyógyulni az a fajta megosztottság, amitől annyira, de annyira szenved ez a világ. És akkor elkezdem azt is magam előtt látni, hogy hogyan lehet ezeket a sebeket is elkezdeni begyógyítani. És Nagyhédnek ez egy óriási üzenete, hogy a papok egy pillanat alatt meg tudták osztani az embereket. Miután pedig meg tudták osztani az embereket, kényük kedvük szerint tudták alakítani az eseményeket, alkalmazták a tömegnyomást, és innentől kezdve célt ért az ő ördögi tervük. Az ördög az ma is így működik. Megpróbálja szétverni az egységet. Ja, nem ige, de mégis bizonyos értelemben ige hirdetés. Gondoljunk arra a paradicsomi jelenetre, ami ugye az ember tragédiával látszik. Úgy szereti azt a két embert egymást, hogy az ördög teljesen esélytelennek tartja azt, hogy nekik tudjon ártani. Amíg két ember szeretett egységben van, az ördög nem tud éket verni a rendszerbe. És úgy van vele, hogy az esélytelenek nyugalmával azért megpróbálja. Nekünk nem valami nagy erkölcsöt kell a szemünk előtt tartani. Hogyha mi jó gyerekek leszünk, akkor majd jó egyház lesz, és akkor majd jó ébredés lesz, és jó társadalom. Sokkal egyszerűbb a dolog. És sokkal nehezebb szeretni. És gondoljuk végig, hogy a megváltás is a szeretetből származik. Hogy Isten annyira szerette ezt a világot, hogy feláldozta a fiát érettünk. Így lesz a megváltás a hétköznapokban is ajándékká, amikor tudjuk szeretni egymást. Akkor nem fog felborulni a rendszer, és akkor fogunk tudni előre haladni. És természetesen, amikor ennek ezen a mérlegén megpróbáljuk lemérni önmagunkat, akkor nyilván megszégyenülünk, mert nem tudunk így szeretni. Ez az Isten szeretete, ezt tanulni kell. Egyszer egy korábbi gyülekezetemben az egyik ifisem, amikor felolvastuk a szeretet himnuszát, azt mondta, hogy ilyen szeretet már pedig nincs. És tényleg nincs. Tényleg nincs mindent elfelező szeretet, ami soha többé nem hozza föl a gonoszt. Ami úgy megbocsát, hogy felejt. Ilyen szeretet nincs. Ezt tanulni kell, de lehet tanulni. És erre hív bennünket az Isten. Ez a megváltás útja. Ez fog előre vinni bennünket. És vissza ehhez az egészhez, ha én ezt önmagamban nézem, kapcsolataimban nézem, ha az egyházban nézem, akkor nem győzelmeket, hanem sebeket látok. Olyan sebeket, mint a lángoktól megsemzett párizsi katedrális, a Notre Dame. És úgy szíven talált egy írás, ami most már nagyon sokfele kering, készítettek egy fotósorozatot az oltás után a templomról, és van egy olyan fotó, ahol a romok között, az oltár mögött áll középen a kereszt. És ez a kereszt most világszinten a középpontba került nagy héten. Nézzünk rá! Romba dörhetnek emberi életek, emberi kapcsolatok.
az egyház is olykor romba dőlhet, sőt egy templom is romba dőlhet, de ha a kereszt áll elmúlás és rom felett, akkor a megváltáson keresztül mindig lesz újrakezdés, lesz új egység, és ebben az egységben meg lesz számomra is a küldetés. Adja Isten, hogy így legyen számunkra is, és sok-sok hitehagyott embertársunk számára is evangelizációvá a katasztrófa is, és üzenetté különösképpen is a nagy hét. Így legyen. Amen. Urunk, köszönjük, hogy a mi megosztottságainkban és sebzett életünkben nem hagytál magunkra, hanem csodálatos megoldást adtál fiad, a mi Urunk Jézus szenvedésében. És aki benne hisz, az egy olyan testvéri közösségre találhat, ahol van közös nevező, ahol van elfogadás, ahol van alázat, szelídség, türelem, szeretet, és ezen keresztül fel lehet szabadulni. Urunk, így légy szabadítójává mindazoknak, akik még nem találtak meg téged. Légy irgalmas hozzánk, gyermekeidhez, akiknek feladatunk, hogy életünkkel, bizonyságtételünkkel, szószéki szolgálatokkal is hirdessük az evangéliumot, hogy a téged szerető és egymást elfogadó emberként tudjunk igazi és hiteles bizonyságtételt tenni. Így áld meg ebben a feladatban a mi gyülekezetünket is, a mi közösségünket, presbitériumunkat, munkatársainkat. És imádkozzunk azért is, Urunk, hogy abban a templomban, amelyre sokszor sok ezer, sok százezer, talán millió hívő figyel, hiszen gyönyörű és grandiózus és mély az az istentisztelet, amit bemutatnak. És most egy romos templom árnyékában, egy rémálomba járva keresik a válaszokat. Vigasztald az ottani szolgáló testvéreket, az ottani állandó közösséget, azokat, akiknek egy álom volt, hogy idén húsvétkor ott töltsék az Isten tiszteletet is, ez az álom most szerte foszlik. Ragyogjon fel számukra a győzelmes kereszt, mint ahogy felragyoghatott orgonistájuk számára, akinek eszébe idéződött az ige. Romboljátok le a templomot, és én 3 nap múlva újjáépítem. Urunk, ezt a feltámadás élményt erősítsd az ő hitükben és mindnyájunkéban, hogy a fájdalmakon és a tragédián és szenvedéseken túl meglássuk a győztes és gyógyító kereszt ajándékát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Zárói nekünk legyen a 230. dicséret, amelyből idéztem is. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Jesus, come back.
kedves gyülekezetnek Isten áldását kívánjuk a nagy heti előkészületek sorában. Holnap is tartunk este 6 órakor alkalmat, hagyományosan az asztal körüli úrvacsora alkalmával, és hívjuk a pénteki alkalmainkra is a gyülekezetet 10 órakor és este 6 órakor ünnepi úrvacsorás istentiszteletre, 7:30-kor a Bach János Passió alkalmára, vasárnap és hétfőn pedig 10 órakor úrvacsorás húsvéti ünnepi istentiszteletre, hétfő ebből a szempontból is kiemelkedő, hiszen konfirmáció alkalma. Akik esetleg a presbiteri gyűlésen nem kívánnak velünk maradni, azokat Isten áldásával elbocsátjuk, áldás békesség, presbiter testvérekkel pedig együtt maradunk egy rövid megbeszélés erejéig, amit ezt tudják is. Isten áldása legyen mindnyájunkkal.